Akár nettó 200 ezer forint ösztöndíjat is kaphat egy rezidens havonta átlagos nettó 135 ezer forintos fizetése mellé. Az orvosjelöltek itthon maradását a rezidens támogatási program segíti 2011 óta. Az ösztöndíjasoknak vállalniuk kell, hogy meghatározott ideig Magyarországon dolgoznak majd közfinanszírozott intézményben, és nem fogadnak el hálapénzt. Az általunk megkeresett rezidens és szakorvos szerint azonban hosszú távon ez nem elegendő segítség. Az elmúlt években egyre nő a rezidens támogatási programban résztvevők száma. Idén közel 950 új belépő kap ösztöndíjat, így összesen több, mint 3400 fiatal szakorvos és szakgyógyszerész kapcsolódott a kezdeményezéshez. A rezidensek alapbére jelenleg nettó 135 ezer forint, ehhez jöhet még ügyeleti díj, egyes szakorvos jelöltek pedig, például a leendő gyermekgyógyászok akár 200 ezer forint ösztöndíjat is kaphatnak. A legáltalánosabb a Marcus Osztilajos ösztöndíj, ami 100 ezer forint nettó bevételt jelent minden hónapban. Ez a szakképzésüknek a teljesítéséhez kötött, valamint ahhoz, hogy nem fogadnak el hálapénzt, illetve aláírják azt a szerződést, hogy a szakképzésük végét követően a folyósított időtartamnak megfelelő időig itthon dolgoznak. A kormány kibővítette az erre szánt keretet. Mostanra, aki megpályázza és megfelel a forma, illetve tartalmi kritériumoknak, az gyakorlatilag elnyerhet. Tölgyesi Dávid a Praxis 2 elnevezési programban jelenleg két hónapos rezidensi gyakorlatát tölti Nyíregyházán Újhelyi János gyermekorvos mellett. Erre azért van szüksége, hogy házi orvosi szakvizsgát szerezhessen. Véleménye szerint kezdésnek jó ötlet az ösztöndíjprogram, viszont hosszú távon nem jelent megoldást. De ennél mindenféleképpen többre lesz szükség ahhoz, hogy ezt a tendenciát, ami jelenleg jellemzi a fiatal orvosoknak a kivándorlását, megállítsuk és adott esetben vissza is fordítsuk. Hogyha megnézzük a külföldi béreket, már nem kell Nyugat-Európáig mennünk egészen távolra, elég, hogyha csak Közép-Európában nézzük, már itt jobb béreket kínálnak a szomszédos országokban, mint a magyar orvosbérek, ez kevés lesz hosszú távon. Újhelyi János gyermekorvos szerint képzési szinten is változtatni kellene, és anyagilag is nagyobb támogatásra van szükségük a fiatal orvosoknak, de sok helyen a felszereltséggel is gond van. Megpróbáljuk megértetni az önkormányzatokkal, hogy az önkormányzati törvény értelmében az alapellátás biztosítása az önkormányzati feladat. Jó lehet a finanszírozás első lépcsője és a legfontosabb a országi segítségpénztár, de nagyon sok önkormányzat kihátrál ebből a feladatból, és magukra maradnak a praxisok, és az OEP pénz az nem elegendő arra, hogy magas szinten biztosítsa az alapellátást, mint ahogy ez kívánatos lenne. Az alapellátás fejlesztése azért is fontos, mert a betegeknek itt a legolcsóbb meggyógyulni, tette hozzá szakember, így a sokkal drágább kórházi szakrendelői terheltség nagymértékben csökkenthető lenne. Jelenleg 230 tartósan betöltetlen orvosi praxis van ma Magyarországon, ebből 17 itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A szakemberek átlag életkora 59 év, így éveken belül nyugdíjas korba lépnek a most praktizálók, és nincs elég fiatal orvos, hogy betöltsék ezeket a felszabaduló helyeket. Dr. Lánci Levente, a Magyar Rezidens Szövetség régiótitkára a vendégem, jó estét kívánok, köszöntöm. Köszönöm, jó estét kívánok. Nos, hát a rezidens támogatási program legfontosabb célja, hogy itthon tartsa a fiatal végzett orvosokat. Az eltelt néhány év tapasztalata mit mutat? Sikerül-e ez a cél? Én egy picit régebbre mennék vissza, mégpedig úgy a nagyjából 8-10 évvel ezelőttre, amikor a Magyar Rezidens Szövetség már jelezte a döntéshozók felé, meg szakmai fórumokon, hogy egyre nagyobb a baj. Egyrészt ez a szakma előregedéséből látszik, ahogy a bejátszásban is elhangzott, a háziorvosi szakma például az egyik legjobban érintett, nagyon magas a praktizáló orvosok átlag életkora. A másik pedig ugye az a tendencia, ami az Európai Uniós csatlakozással adódott lehetőség, amivel elsősorban a fiatal kollégák élnek, és egyre többen vállalnak külföldön munkát, akár véglegre, vagy hosszú távra, akár időszakos ügyeletek vállalásával. Mennyire hatékony az a program, amit most ez nyújtani tud, ez a bizonyos ösztöndíj? Hogyha az időben haladunk előre, akkor a kormányzat is elfogadta azokat az érveket, amiket a Rezidens Szövetség
hangoztatott, és ha bár nem, ahogy szintén meg tudom erősíteni a bejátszásban a fiatal kolléga szavait, nem a legjobb megoldás véleményünk szerint, de mégiscsak lépéseket tett azért, hogy az egyik leginkább veszélyeztetett célcsoportot, a fiatal orvosokat valamilyen módon motiválja az itthoni munkavállalásra, és itthon tartsa őket. Érezhető valamilyen csökkenés az elvándorlásban? Én azt a tendenciát látom inkább, hogy aki itthon képzeli el a jövőjét, itthon szeretne a pályán maradni, azok jelentős részben élnek a támogatási program nyújtotta lehetőséggel. Ez 2011 óta van jelen, általában Markusovszky Lajos ösztöndíjként ismeri a közvélemény. Ez kezdeti időben 100 000 forintos támogatást jelentett, majd, ahogy szintén elhangzott a bejátszásból, a bizonyos szakterületeken ez akár 150 vagy 200 000 forint is lehet a legújabb szabályozás szerint. Sajnos azt kell látni, hogy sokan viszont már a diplomakészhez vételekor biztosak abban, hogy nem Magyarországon kezdik meg a szakképzésüket, és ez sajnos azt a veszélyt, nagyon komoly veszélyt hordozza magában, hogy ezek a kollégák talán soha nem is dolgoznak majd a magyar egészségügybe, vagy legalábbis a közfinanszírozott egészségügyben. Azt gondolom, ez egy rendkívül összetett kérdés, tehát itt nem egyszerűen csak a jövedelemről van szó, hanem egyéb más tényezőkről, ami miatt vonzóbb külföldön dolgozni egy fiatal orvosnak. Milyen intézkedésekre lenne szükség ahhoz, hogy ez a helyzet változzon? Én úgy gondolom, hogy ezt látják a kedves tévénézők is, hogy a mai modern orvoslásban nagyon fontos az a háttér, egyrészt infrastruktúrális háttér, másrészt munkaerő háttér, azok a csapatok, akik egy-egy beteg ellátásában együttműködnek, közösen hoznak meg döntéseket, lényeges terápiás döntéseket, és nagyon fontos, hogy ilyen csapatok, műhelyek jól működjenek. Hogyha ezek a csapatok, műhelyek jól tudnak működni, az egy nagyon fontos megtartó erő volna, és egy nagyon fontos motivátor volna a fiatal kollégák számára, hogy ténylegesen lássák azt a szakmai fejlődési teret, ami az ő itthon maradásukat elősegíti. De nagyon fontos az is, hogy az orvos az ténylegesen kipihenten és a betegeire koncentrálva tudjon megjelenni a kórházba, a munkahelyén, ne pedig egyik ügyeletből a másik ügyeletbe átesve, közben akár 100-150 kilométert levezetve, önmagát túlhajszolva kerüljön a betegei elé, hiszen annak maga a beteg és a beteg biztonsága láthatja a kárát. Maga a rezidens szövetség mit tud tenni? Mert itt ugye egyrészt a jövedelem, az ösztöndíj program az elindult, és ez örvendetes. Valószínűleg bővülni is fog majd az a szakmai kör, ahol emelt szintű ösztöndíjra pályázhatnak, de ugye ez csak egy része a történetnek. Mi az, amit a rezidens szövetség? A Magyar Rezidens Szövetség az alapvetően mindig is arra igyekezte a kormányzat figyelmét fordítani, hogy nagyon fontos lépés a béremelés. Az ösztöndíjakat pedig mi egy átmeneti megoldásnak tekintjük, hiszen ez talán annak is indult annak idején 2011-ben. Nagyon fontos volna, hogy ezek az ösztöndíjak, ezek beépüljenek az alapbérbe, és aztán progresszíven emelkedjenek ezek az alapbérek, majd szakorvosi szinten, majd később a ranglétrán való előrejutás során. Egyébként vannak ennek látható jelei, az elmúlt év végétől
akik szakvizsgáznak, leszakvizsgáztak és pályáznak az OEP-nél, ők pályázhatnak egy bruttó 151 000 forintos bérkiegészítésre, kvázi ezzel megtartva azt a bérszínvonalat, amit az ösztöndíj biztosít. Ez is csak 5 évre szól, de talán ez lehet az az irány, hogy ezek az ösztönzők ténylegesen beépüljenek az alapbérbe, hiszen rezidensként, fiatal orvosként nagyon fontos munkát végzünk, és nem ösztöndíjakból, meg ilyen-olyan egyéb forrásokból szeretnénk megélni, hanem tisztességes bérből. Mennyire talál támogatókra a Rezidens Szövetség? A rendszeren belül ugye más érdekképviseleti szervek is működnek, és hát egy ilyen ösztöndi program akár feszültségeket is okozhat az egész rendszeren belül, konkrétan bérfeszültségekre gondolok. A Magyar Rezidens Szövetség az alapvetően, ahogy a neve is mutatja, a rezidenseket, tehát a fiatal orvosokat, szakképzésüket folytató orvosokat képviseli. Ezeket az orvosokat képviseltük ezelőtt 5-10 évvel is. Ennek, és úgy gondolom, hogy az elmúlt években, lassan mondhatjuk akár évtizedet is, a Rezidens Szövetség volt a kormányzatnak egy olyan partner, aki ténylegesen a rendszer jobbításáért szállt harcba. És ennek is köszönhető, hogy talán a rezidenseket kezelte kiemelten a kormányzat. Ez valóban feszültséget okoz, és nagyon abszurd helyzet, hogyha egy rezidens akár tényleg hivatalosan legalábbis többet kereshet, mint azok a tutorok, mentorok, akik az ő szakmai előrehaladását tudják segíteni. Ezért is hangsúlyozom, hogy igazából az alapbéresítés és az alapbéremelés, a progresszív alapbéremelés a fontos. Egyébként együttműködünk mind a Magyar Orvosi Kamarával, mind a nem olyan rég megalakult rezidensek és szakorvosok szakszervezetével. Alapvetően szakmai érdekképviseletet folytattunk az elmúlt időszakban is, és ezt tervezzük a későbbiekben is konstruktívan, kormányzattal egy élhető magyar egészségügyi és rendszerért. És lesz még mit tenni. Köszönöm szépen, hogy befejezted. Köszönöm én is a lehetőséget. Stúdióban.